Fuss az egészségedért LIBA futam elnevezéssel az Együtt egy szebb jövőért pályázat keretében valósult meg a Mártonnapi futóverseny november 13-án Kiskörösön. A szomorkás idő ellenére is sokan neveztek az 5, 10, illetve 21 kilométeres távokra. A verseny társszervezője a Bács-Kiskun megyei Szabadidő Sportszövetség volt, akik közreműködésének köszönhetően sikerült profi szinten megvalósítani a sporteseményt. Alapjában véve ez a gyönyörű város, ami székhelyünk, a szövetségünk székhelye, és az első pillanattól kezdve egy komoly együttműködés alakult ki az önkormányzattal, és már a tavalyi évben itt megjelentünk az Egészséges Bács-Kiskunért programmal. Innen már szereztünk több tagszervezetet, elég ha csak a Dömegézáékat említjük, akik a Petőfi túrát szervezik többek között, vagy akár a Kutizoliékat a Jóti Futi futással. És most mi itt vagyunk, mint társszervező, mint segítő, mint rutint szerezni próbáló szövetség, hiszen mi újraindultunk, újrakezdtük a tevékenységüket az elmúlt két évben, és nyitottak vagyunk minden egyes együttműködésre, és szeretünk Bács-Kiskun megyei városokba, településekre járni, és az egészséges testmozgást, a rendszeres testmozgást, illetve minden, ami a szabadidősporttal összeköthető mozgást népszerűsíteni. A Bács Sport munkatársai az országos futóversenyeken szerzett tapasztalataikat a kiskörösi LIBA futam szervezésében is kamatoztatták. Segítségükkel nem csak kiváló speakerrel, de egyéb olyan technikai eszközzel is gazdagodott a verseny, ami nagy segítség volt a futók számára. Az elsődleges célunk tényleg, amikor itt újjáalakítottuk a szövetséget, az volt, hogy próbáljunk meg egy kicsit humán erőforrásban erősödni, tagszervezetállományban erősödni, minél többen csatlakozzanak hozzánk. Ennek az útnak egyébként még az elején állunk, de láttuk, hogy szükség van olyan sporteszközökre, amelyekre szükség van ezeken a rendezvényeken, ezeken a sporteseményeken, mert hogy egy sátorra, amiből meg kell oldani mondjuk esetleg a regisztrációt, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, az mindig jól jön, az időmérésre szükség van, igenis, és ezt szeretik a futók, ha már itt most a futórendezvényről beszélünk, akkor ha már csipes időmérésről beszélünk, akkor az már egy jó pont, tehát a nevezés szempontjából. Egy rajtszélkaput is elhoztunk, amelyet majd megpróbálunk a jövőben még csinosítani. Jelen pillanatban ugye ezekkel az eszközökkel segítettük a rendezvényt. A 11 órakor startoló versenyen egyszerre indították el a különböző szakaszok futóit. Legtöbben az 5 és 10 kilométeres távra neveztek, de a 21 kilométeres szakaszt is 19 sportoló vállalta. A verseny előtti bemelegítést Ferenci Éva vezényelte le, a futókat pedig startpisztollyal Séfer Tamás indította el. Jó leszkés, jó futást kívánom mindenkinek, hajjálj, gyerünk! A rajtszélkapu mellett elhelyezett monitoron folyamatosan nyomon követhetőek voltak a részeredmények, és a versenyzők a befutó után azonnal látták saját idejüket és helyezésüket is. A befutókat a szervezők meleg teával, ludaskásával és zsíros kenyérrel várták. A legrövidebb távról már szűk fél óra elteltével megérkeztek a versenyzők, akik befutó csomagokat is kaptak. A helyezetteknek az érmeket és az ajándékcsomagokat Domonyi László polgármester, valamint Süli András, a Bács Sport elnöke adták át. A 21 kilométeres távnak csak három női versenyző mert nekivágni. Közülük a Kalocsáról érkező Gutten Géberné Ince Ildikó Emma nyakába került az aranyérem, aki 1 óra 53 perc és 11 másodperc alatt teljesítette a távot. Szintidejével a férfiak 16 fős mezőnyének a 8. helyén végzett volna. A sportoló nem olyan rég kezdte el sportszerűen űzni a futást. 2018. október vége óta, de közben utána volt egy sérülésen fél évig, az kimaradt, és meg ugye jött ez a covidos időszak, meg oltóponton voltam fél évig, akkor ki sem bírtam mozdulni, úgyhogy ahhoz képest egész jól visszatornáztam magam. Úgyhogy imádok futni, csak gyerekkoromban nem volt rá lehetőségünk. Nekünk még tornatermünk sem volt általános iskolában, olyan kisvárosban, mint Kalocsa. A futó számára nem ismeretlen Kiskörös, a versenyútvonalának pedig kifejezetten örült. Mindenhol eltévedek, ahol nincsenek futballigazítók, itt meg csak egyenesen kellett futni oda-vissza, úgyhogy már ez nálam előny. Meg Kiskörös, szeretem Kiskörös, vannak ismerőseim.
A 21 kilométeres táv legjobb férfi futója Trója Tibor lett, aki Szegedről érkezett a versenyre, melyet felkészülésnek szánt. Készülök a szegedi félmaratonra, ami november 28-án lesz Szegeden, úgyhogy edzésnek beírtam ezt a mai napot. A felkészülésnek szánt 21 kilométeres távot a sportoló 1 óra 27 perc 11 másodperc alatt teljesítette. 9 kilométerig mentem a második helyezettel, ott utána 13 kilométerig, azt a 4 kilométerbe ott beleváltottam, és akkor ott dőlt el a meccs. Utána pedig 4-0-5-öket mentem végéig, úgyhogy jól éreztem magam, pici izomlázom van, holnap lesz egy teniszmeccsem, remélem addig regenerálódok. A sportolónak a liba futamon elért szint ideje az eddigi eredményei között a legjobb. 3 hete kezdtem újra futni, most 4-0-6-okat mentem. Jó amúgy, majd mondom, 2 hét múlva lesz ez a szegedi verseny, ott 4 perc alá be akarok menni. A 10 kilométeres szakaszon a női versenyzők mezőnyében kiskörösön maradt az aranyérem, hiszen leggyorsabban Korpás Rita ért vissza akasztó irányából a főtérre. Mennyire volt az nehéz, hogy ilyen kicsit hideg, szomorkás, párás idő volt? Nehezítette ez a futáson? Az idő nagyon rossz volt, tényleg reggel fölkeltem, és köd volt, és borongós, és mondom, nagyon nehéz lesz ma futni, de aztán az ismerős terep, a város, meg a kedves emberek, néhány ismerős arc, az felettette velem ezt az időjárást, úgyhogy jól sikerült a vége, azt hiszem. A sportoló a liba futamot egy következő megmérettetésre való felkészülésnek szánta. Igazándiból én most kutyával futok, Cani Cross most a cél, az van a fókuszban, nem túl régen. Készülök december elején egy versenyre, úgyhogy ez a mai csak egy mérföldkő volt, egy edzés volt a decemberi kutyás versenyre. A 10 kilométeres táv férfi kategóriájában Rózsa Sándor volt a leggyorsabb befutó, aki Keczerről érkezett. A futó a közelmúltban több rangos versenyen is részt vett. Közelmúltban Ultra Balaton második alkalommal 3-as váltóba futottuk le, aztán rá következő 2 hétre voltam Panorama Trail, ez egy 45 kilométeres 3 várfutásnak hívják, egy elég komoly terepverseny. Ezek voltak a nagyobbak, ugye ilyen kisebbek mindig vannak. Ugye ez kisebb verseny, de hát a futók nem csak azt nézik, hogy egy adott versenyen az aranyérmet elérik, hanem a saját szintidejüket is mindig hasonlítják. Ez a mostani verseny eredmény, ez hol van a te rangsorodban? Nekem abszolút ez a legjobb eredményem. Az edzőmmel, Lukács Norbival, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani, vele ez volt a koncepció mára, hogy amit lehet kihozni magamból, én úgy érzem, hogy sikerült. Abszolút boldog vagyok tőle, tehát még magam se gondoltam, hogy ennyire jól fog menni, de aztán így tökéletes lett a vége. A futókat a versenyen Pásztor Gyula kísérte kerékpárral. Az elején a felvezető szerepét vállalta, később pedig arra ügyelt, hogy legyen, aki gyors segítségére lehet a futóknak probléma esetén. A testnevelő tanár a szervezők felkérésének külön örült, hiszen az általa tanított gyerekek közül is többen voltak a futók között. Akiket én ismerek, azok, illetve tanítom őket, azok voltak egy olyan 5-6-an, és a legnagyobb távot pont egy, a legfiatalabb gyerek, aki korban még 5-es, a Kisberdó Marcika, de egyébként 6. osztályban jár, mert korábban íratták be, ő nyomta le, és akkor ő volt végül is az utolsó, úgymond, és nem is csoda persze, de nagyon lelkesen, meg nagyon kitartóan csinálta végig, és hát őnek is a nyakába akasztottam az érmet. Nem csak Pásztor Gyula, hanem a szervezők is külön díjjal ismerték el a 21 kilométeres távot lefutó 11 éves Kisberdó Marcel teljesítményét, akinek nem ez volt az első félmaraton távja. Szoktam nagyobb távokat is futni, hát általában itt a városban szoktam futni 5 kilométereket, akár 10 kilométert, de ilyen futóversenyekre, hogyha megyünk, akkor apával általában egy félmaratont szoktunk futni. Marcel édesapjával hetente több alkalommal is fut.
Ifjú sportolóként már van kedvenc versenye, de több cél is lebeg a szeme előtt. Van egy futóverseny Budapesten, a Budai hegyekben, ott az a neve, hogy Garmin Mókuskör. Ott eddig háromszor voltam apával, 25 kilométer, nagyon tetszik, végig erdőben, hegyes, dombos. És az ott nagyon jó, és azt tudod, hogy ha kicsit nagyobb leszel még, és ilyen sokat futsz, akkor melyik az a verseny, amin biztos, hogy ott szeretnél majd lenni? Ultra Balaton, azt egyszer egyedül is körbe szeretném futni, meg abban még nem vagyok biztos, de Spártatlon, de ahhoz tényleg nagyon sokat kellene. Pásztor Gyula az általa tanított gyerekeknek a verseny végén külön érmeket is adott, ezzel is elismerve futó teljesítményüket. A mostani eseményen szerzett tapasztalatok arra ösztönözték a pedagógust, hogy tavasszal egy újfajta versenyt indítsanak el. Egyébként két úszóm is, három nagyon jó úszó is itt volt, és nem is gondoltam, hogy felvállalják, de közben nekem egy nagyon jó ötletet adtak, mert van ez az úgynevezett Kiskörösi Vízisport Alapítványunk, amivel már szerveztünk kerékpározást, hogy tavaszra biztos, hogy csinálunk egy ilyen triatlont. Tehát, hogyha egy úszó gyerek eljön ide futni, és közben jó teljesítményt is nyom, hát akkor a kerékpározás mellé már, mivel engem sokat látnak kerékpározni, így ez úgymond adott. És ezt tavaszra biztos, hogy meg fogjuk csinálni a Kiskörösi Vízisport Alapítvánnyal.